Az Úristen pottyantotta ide ezt a földet, mielőtt megteremtette Ádámot. Az ember is földből való. Meg lehet belőle formálni az emberi testet, aztán lelket tenni belé, földből. Földlelket. Bizony. Mutasd, mit festettél? Mit? Ez rossz kép. Tudom. Legalább jó lenne. De ez rossz. Ezért késtél? Ezért? Mit csinál? Festő leszek, érti? Festő leszek! Rossz festő vagy, érted? Rossz? Kereskedőnek se vagyunk, semminek se vagyunk. Na, gyerünk! Legalább jó lenne. Tetszik? Nem. Nem jó kép. Apa is így gondolt. Te nem vagy jó festő, Vilmos. Micsoda bokák! Megengedik is azt, hogy megtessem őket! Takarodjon innen! Mit képzel, idióta? Nem magával van baj a fiatalú. Nem megy a bolt, az a baja. Nem megy már régóta. Mert rosszul tesszük. Az árut ki kell rakni az utcára. Szombat van. Jönnek a kisasszonyok. Ugyan. Ide nem jön senki. Minket elkerülnek. Vilmos, én most elmegyek. Ne, most nem mehetsz el. Nem mehetsz el. Apám mérges lesz. Tudod, mi történt? Nem tudod. Újságot indítok. Lapszerkesztő leszek. Most gyűlünk össze. El kell bennem. Tamás, kiviszi a boltot? Hát majd te. Jól van, menj! Baj lesz ebből, fiatal urak! A gazda nagyon mérges lesz! Te kussolj! Akkor viszed? Viszem. Úgy jön ez haza estig a szőlőből. Nem szokott. Mi? Mi van? Na, akkor mentem. Az én bokámat megfestheti Arnoldi mester! Olyan bokány vannak, hogy még Gioconda sem festett olyat. Maga honnan olyan okos? Hozta, mester úr! A bélyegek, barátom, a bélyegek. Tudja, mennyit lehet tanulni a bélyegektől? Há, ostoba művész. Há, kell a bokán, vagy sem? No de, no hát Vilmos úr, hát ez nem lehet, ez hogy képzelni? Pakolj ki mindent az utcára, a bút elé! Minek és mire? Még a kirakatba is. Ott csak a nagyságos úr festképe lehet ki! Oda pakolt ki ezeket! Mi oda ezeket? Mondtam! A húzószár! Nézd már, az okostóni az utcára teszi a portékát! Megszelidítem egyszer ezt a fiút! Ezt nem lehet! Én se voltam bent, a némethez járok! Mi ez? Már megint kitaláltál valamit, Vilmos? Húzózár, hölgyeim. Most jött Amerikából. Egy amerikánus hozta. Gomb öf helyett fogja össze a ruhát, vagy amit csak kell. Engem érdekel. Hogy működik? Bevarja a ruhába, lehúzza, felhúzza, kész. Lehúzza, felhúzza, kész. Kész. Micsoda butaság! Butaság ez, Vilmos! Jövője lesz ennek, hölgyeim! Na, micsoda illetlenség! Kitenni az utcára ilyen diszkrét holmikat? Ha megbolondult ez a Miklós! Tedd vissza apád képét az üveg mögé, mert ha ezt meglátja,
Hagyom ver! Verhet már! Én viszem a boltot. Viszed majd a lábadat is a kezedbe, ha letöri az apád. Vigyázz! Vigyázz, nem lesz ennek jó vége, gyerek! Vigyázz! Nem, milyen helyes kis gombok. Na. Agyon üti az apja, ha hazajön. Na gyere! Ez milyen? Állni! Állni, lányok! Állni és várni! Mik ezek? Mifélék? Igen? Húzószár egyenesen Amerikából. Új iskolai egyenruha kell a lányoknak. De még nem mehetnek boltba. A húzózárról már hallottam. Jobb, mint a gomb. A zárat nem lehet kigombolni. Felháborító és indiszkrét módra. Megtekint itt kint, asszonyom, abban nincs semmi illetlen, de bent is van bőven, mindenféle színben. De amíg megtekintik, maga menjen be! Maradjon itt. Lányok, gyerünk! Állni? Állni és várni. Gyerünk! Lesz itt forgalom, fiatal úr? Lesz. Te adtál egyszer nekem ingyen ruhát télen. Amikor halálomon voltam a hidegtől a kapu alatt. Nem emlékeztetek minden koldusra. Akkor ide menekültem Pécsre, Toszkánából. Ha te nem segítesz, akkor már nem élek. Mi voltál? Hát gyerek voltál. Most meg téglaégető vagyok a Piacek úr gyárában. Fölvettek oda. De csak mert az úrfi adott nekem ruhát, nem vett meg az Isten idege. Jó kinézetem miatt beengedtek a tégla égetőbe. Hálából adom neked ezt a földet. Ekkora forgalmat a nagyságos úr nem tesz egy hónap alatt? Nesze, magyar sör! Apád agyon üt, az biztos. Legalább így áll előtte. Egészségére, Stirling uram. Stiglitz! Ja, gyere ide, csillagvirág! Gyere ide! Hé, Vilmos, mi az? Te iszol? Sört iszol? Nem mondj csak, hol van az áru? Eladtuk mind! A húzózárral elment a több is. És oda, azzal az amerikai vacakkal? És az öreg? Szőlőben. Jaj, te, Vilmos, miért csak, én megcsokoltam ám ezt a cigánylányt. Hogy csokoltam? Az afelé, a fölfelé, mindenit. Újság, a világ újság. Meg lesz az is, meglátod, meg lesz majd. Ja, te, az apánk látná, hogy te ilyen kereskedő vagy, nem akarnák folyton festeni. Hát az én dolgom is könnyebb, ne Vilmos. Miben lenne könnyebb? Jaj, te, hát hívnak engem, Lukafára, az üveggyárba, helyett, hogy csak itt rohadok. Ja, én úgy utálom ezt a boltot. Tamás! Gyere! Most bemegyünk hátulról, gyere! Gyere gyorsan, gyere! Mit szólnak? Kiraktad az árut az utcára? A képemet meg kivetted a kirakatból? Ott van kint megint. Nézheti, aki akarja. De nem volt! Volt helyette más! Te mit állsz itt? Lejárt a munkaidőd, menj haza! Az egész város szégyenére? Levenni a képemet? Kereskedő akarok lenni. Üres a polc.
Tudtam volna, hogy ennyire élvezi. Gyerekkoromban is visszaütöttem volna. Mamasz volt. Mindig. Vissza kellett volna ütni. Már akkor verekedhettünk volna. De... Szegény anyád. Meghalt, amikor szültéged. Ha ezt látna, mit szólna, mi? És jól él a nővéred. Ő mit szólna? Feljársz még a szobájába? Persze. Ott van Júlia. Te hülye vagy. Őt ne vedd le. Engem kivehetsz az üvegből. De őt nem. Őt nem. Csodálkozol, hogy itt vagyok. Utána jöttem. Nem bújsz el előlem, öreg! Zárás, fiúk! Márpedig a lukafai üveggyár a legjobb Magyarországon. Most mit akar? Rohadjak meg itt a boltban! Kereskedők lesztek, azt mondtátok. És? Hát itt van magának a Vilmos. Az is nyugtalan. Kereskedő nyugodt. De most mi baja van vele? Hát olyan forgalmat csinált, láthatta. Nyugtalan! Márpedig nekem ezt ajánlották, és én elmegyek. Nagy fizetésért üzletvezetőnek, érti? Nem ám egy kis boltba, hanem a gyárba, az üveggyárban. Te is nyugtalan voltál mindig. Vilma, ő nyugodt volt, de meghalt. Apám, a gyár a fejlődés. És én még fiatal vagyok. Meddig várjak még? Ott tanulhatok. Onnit mehetnék külföldre, talán Amerikába is. Nekem az a világ. Nem fünfkirhen. Megérti ezt? Ül. Ide. Úgy gondoltam, fiúk, most már te, Tamás, menj lókafára. Fejezd be a tanulmányaidat. Vilmos meg vegye át a boltot. Ne vigy a ragi. Majd még visszajönnél, meglátod. Ja, apám, figyeljen ide. Akartuk kérdezni, hogy van az, hogy maga olyan böszmen agy? Meg csak ilyen kis csököttek vagyunk. Anyátok pici volt. Ilyen pici. Próbát tettem a földdel, ez a föld jó. Úgy ég a kő, ahogy szeretem. Igyekez. Már nincs sok időm. Jó reggelt, apám. Szervusz, Vilmos. Hogy mertél visszajönni? Ide? Hova mehettem volna? Hova mehetett volna? Három lány maradt utánad becstelenségbe. Három. Apám már mindent tud. Ezt nevezem? Három fattyú lukafán az edénygyárban. Az asszony is csak edény, apám. Ide nem gyössz, érted? Pedig ide jöttem. Nem mehetek máshová. Feleség, gyerek, ezt tudom, ilyet tudok. Anyátok is, ti is
Te fattyakat az én fiam! És ott hagyja a lányt becstelenségben? És mi baja van? Nevelik őket az anyjuknál. Mind. Kerestem. Gyűjtöttem. A 3 év alatt sok pénzt gyűjtöttem. És mi van az anyáikkal, mi? Örüljön, hogy megjött. Ha egy fiú megjön, örülni kell. Örülök hát. A lukafai edényel feloszlott. Eladták. Én is a részem. Kaptam bőven. Elgyújtom a szavádat. Így de nem gyössz. Megvettem a berendezés belőle. A lukafait. Itt csinálok edénygyárat, Fünfkirchenben. Ez Pécs! Érted? Úgy hívják Pécs. Nick Fünfkirchen. Megveszem a piacsek téglagyárát. Idehozom a berendezést az edénygyárból. A maga szőlőjében a föld is arra való, hogy kerámiákat égessenek belőle. Szőlő? Mit akarsz te mi? Nincsen a boltja, Tamás. Mink is tartunk, nem veszi senki. Ez lesz a jövő. Meglátja apám. Nem ám a bolt, hanem ez. Akkor csinálj, amit akarsz. Úgy is ki akartam vágni a szőlőt. Már nem bírok fölmenni oda. Most már nem bírom. Semmit sem bírok. Legyen a tiétek az is. Minden. Mit vigyorogsz? Polgármester úr! Lammel tanácsnok úr, csak nem rám ijeszte. Hallotta, hogy az a fiú megveszi a téglagyárat? Azt a földet ön nekem ígérte. Azt ön nekem ígérte! Az a fiú többet ígért érte. És a téglagyárat sem kell lebontani. De az a föld nekem kellett volna. És ezt ön nagyon jól tudja. Én azt mondtam önnek. Ha nincs jelentkező, megveheti a várostól. De most lett. Lett? Ilyen hirtelen lett, igaz? Mit ígért önnek zsebbe az a fiú? Hallom, edénygyárat épít. Tönkre fog menni bele. És majd könyörögnek, hogy valaki megvegye a várostól. Majd könyörögnek! Mi az, Vilmos? Elég volt? Sok is. Szédülök tőle. Én hívtam ki magam ide a bálból. Én? Bent is szédültem. A tánc van, mindig szédülök. A tánctól? Vagy tőlem? Tánctól. Szemtelen. Miért csókoltad meg azt a nőt?
Régen volt. Akkor miért? Nekem nincs ellenvetésem. Sőt, azt szeretném, ha a városban a németek és magyarok kötelékei erősödnének. Engem nem érdekel különösebben, hogy ebben a városban ki a magyar, ki a német. Ebben a Pécsben. Pécs? Megint sokan kezdik ezt mondani. Pécs. Mondjuk a Fitzkirchenről. Maga is beszél magyarul, én is beszélek németül. De attól maga német, és magát betelepítették, és úgy látom, nagyon jól érzi itt magát. Ezt kellene megérteni a város magyarságának, hogy mink nem önszántunkból jöttünk ide. De ha már itt vagyunk, akkor élni szeretnénk. Szépen szeretnénk élni. Ezt mondom én is. Tehát, adja a lányt. Ha ő is hajlandó. Burbál a lányom. Hajlandó vagy beleegyezni abba, amit apád intézkedik veled? Megcsókolt az iparos bálon. Micsoda? Ki már előzményeztetett? Ki csókolta meg a kisasszonyt? Az én fiam? Ki használta gyengeségemet? Azóta szégyenben élek. Hál' Istennek könnyebb a dolog, mint gondoltam. Hát, ha így van, akkor valóban, hiszen a fiatalok is akarják. Ritka szerencse ez. Hazamegyek egyedül édesmamához. Éget itt a nap. Megcsókolt. Kint a teraszon. Míg te bent csak álmodoztál annak. Néha jobb, ha csak álmodozunk. És elvesz. Megbeszélték. Jó parti. Nekik van a legnagyobb üzletük a városban. Az első áruház. Tamásnak meg. Az az edénygyára. Kell nekem ez a Vilmos. Ő lesz a férjem. Hallod? Rezgőt tegyek közé. Mit keres ez itt? Jó napot. Adhatok valamit? Egy bimbót szeretnék. Ide a ruhámra. Csak egy bimbót. Takarodj innen. Elnézést, mit mond? Én megismerlek. Megismerlek. Emlékezz csak. Emlékezz. Mire kell emlékeznem? Tessék, ingyen adom. Egy bimbóért nem kérek pénzt. Mit akartál ezzel a lánnyal? Triesben ő volt az. Volt egy tengerész. 14 éves voltam. Őt vitt el a tengerészbálom. Őt! Senki nem emlékszik már rá, senki nem emlékszik rá, Borbála! Mit keres itt? Nem marad, itt nem marad. Mit keres itt? Hogy kerül ide? Tartanak cérnát. Mi az? Senki nem szól. Vagy ez nem egy üzlet? Pedig kintről egészen úgy tűnt. Miért osztassanak a... A főnök úr talán... Hogyne. Mindenfajta cérnát tartunk. Akkor a legjobb lesz, ha mutat valamiért. Igényesebb minőséget szeretnénk. A legjobb cseh és francia cérna gyár termékét a raktáron tartjuk. Talán méltóztassék ezt a sejem cérnát. Ó, nagyon tetszett. Hagyja csak, mutasson valami egyszerűbbet. Kemény ágynemű, ez fölösleges a sejemfényű francia cérna. Mutasson az egyszerűbb csecérnák közül. Hogyne. Parancsoljon. Ön mokázik velem, uram. Ez nem ágynemű, ez való. Ezzel talán sátorbonyvát lehetne összevarni. Tévedtem. Nem is ezt akartam mutatni. Talán méltóztassék ezt a cseh sejemcérnát. Ezzel hát ágynemit is lehet fércelni. Valami baj van, fiatal ember. Egészen sápat. Nem. Igen, a fény kevés, de most valahogy... Ez rendben van. Kérjük ezt a tucatot. Negyvenhat fillér lesz.
Hagyja csak, édesanyám. Tudja, hogy mindig elteszem az aprót. Majd én adok. Érdekes köveket hord a kisasszony a táskájában. De fiatal ember, ez már bizalmaskodás. Kirándultunk a mecseken anyámmal, és ezt találtam odafönt. Ilyet azelőtt még sosem láttam. Csodaföld ez. Tetszik önnek? Igen, tetszik. Olyan, mintha Isten pottyantotta volna ide Ádám megteremtése előtt. Fejezzük ezt be, lányom. Adod a pénzt. Viszontlátásra, uram. Viszontlátásra. Kezdjük egy csokorom, hölgyeim. Az áru. Ez egyik sem olyan, mint amilyen. Fogd be a szád, és tudd meg, hogy kik ezek a hölgyek. Én adom a 3000-et, de a te Tamásod adja el a téglagyárat, ha összeházasodik a lányom a te fiaddal. Adja, beszéltem vele. Adja, ha te is adsz neki részesedést a fürdőből. Hát legfeljebb 2%-ot. Fele a német fajtádat. 5-re gondoltunk. Gondolni lehet, nincs több. De én állom a lakodalmat. Az más. Hát akkor lehet. Mit lehet? A 2%-ot. És elintézed a hivatalba, hogy Vilmos bővítesse az üzletet fölfelé. Ahhoz le kell fizetni legalább 3 képviselőt. Mennyi az? Várj, talán olcsóban is lehet. Schwarzernek kártya adóssága van, azt olcsón megöhetjük. Zsubovszkinak van egy ügye a polgármesternél. Ha ott közbe járok, talán ingyen is a tervre szavaz. Meg lehet oldani. No, megtudtam mindent, mindent, kisfőnök úr. No, a beliscei gazdatiszt felesége ez, és a lánya angol eredetűek, és nemrég jöttek Szlavóniába lakni. Gazdatiszt? Pedig milyen előkelőek, igaz? És csak gazdatiszt. Mert angolok ezek, angol eredetűek. Az asszony is, és ennek okán a lány is. Belteréz, így hívják. Belteréz. Belteréz. Itt laknak néhány hétig, nem messze a... Csak néhány hétig, amíg bevásárolnak, azt mondja ott a fiú. Maradj itt, mindjárt jövök. Mit kötsz éppen, Anna, lelkem, Anna? Mit kötnék egy virágboltban? Virágot kötök. Aztán kinek te? Eljegyzésre megy ez a kötés. Nem mondom, hogy egy lányhoz megy. Te azt jobban tudod? Jobban. Kötsz egy másikat, ezt elküldöd. És kinek küldessem, te bolondos cérna fiú? Itt a cím. Belteréznek! Ki a kusna az a Belteréz? Azzal te ne foglalkozz, Anna, lelkem, Anna. Egy levelet is küldök mellé. Ne. A cím a levél. Sokan. Sokan jöttek már be. Kisasszonyok, de ilyen még nem volt. Egyszer csak megjelentek. Ő és az anyja. Tisztára, hogy én voltam a kapitányommal. Nála volt az a kő, annak a kőnek a darabja, mint a bolond olasztól kaptam. Annak a kőnek a darabja nála volt. Mit jelent ez? Hogy szerelmes vagy, kisöcsém. És hogy ő is az. Úrinő nem köszöni meg levélben a virágot, csak ha nem közömbös neki, aki küldte. Szerelmes lett ő is beléd. Ponyvavarró madzagot tettem elé, ágynemű varrócérna helyett. Mit jelent ez? Mit? Bolond kölyök. Bolond. Teréz. Bel. Teréz. Mi van, Katta? Most a cselédet! Megnősültök, fiúk, nem sokára. Addig bírjátok ki. Maga jól szórakozott valahol, apám. Ittunk. Ittunk a sétatéren. Ittunk bizony. Mert nagy az én elemem a fiaim. Menyeim lesznek. Nem akárkik. Menyek. Mindkettőtöknek. Én beszélni akartam magával, apám. Én is, apám. Majd beszéltek azután. Itt a házasság ideje. Ez a világnak rendje és törvénye. Mindketten jó módúak vagytok, te Tamás, nem sokára a nevedem van a gyár, Vilmos, én meg az üzlet.
Lambert borbálát kértem meg neked, Vilmos. Tamásnak meg Stirling Annát. Elmegyek, apám, elutazom. Nem nősülhetek előtte. Elutazol, na is. Elutazol, jól van, majd visszajössz, aztán elvezed. De én nem úgy utazom el. Soká, talán örökre. Amerikába megyek, apám. Levelet kaptam Holmes Konrádtól, tudja, aki még pajtáson volt itt Pécsett. Amerikában alapít üzemet. Hívott, segítenék neki, teljes jogú társként. Itt van a levél. Apámnak, mint üzletembernek tudnia kell, hogy néha adódnak lehetőségek, vannak körülmények. Nem való nekem a nősülés, apám. Tudja, hogy mindig vonzott valami messzi világ, valami messzi ideja. Most Holmes Konrád. Nagy gyár lesz. Nagy lehetőség. Már intézkedtem a hajó jegytárgyába. Értem. És az edénygyárral mi lesz? Igaz, eddig sem mentél vele semmire. Tervek, tervezel, aztán odébb állsz. A hajójegyed megvan? Meg. És nem szóltál róla. Menj innen, menj. Lammer borbál a fiam. Nem, apám. Te is elhagysz. Nem, én maradok, de nem Lammer borbál. Az a lány bolond. Csak erős az akaratja. Belterész. Ki az Isten az a Belterész? Szlavóniában lakik, de angol lány. Itt van a városban. Szeretem. Miféle lány az? Lány. Egy gazdatisz lánya írt nekem levelet. Nézze, apám. Nézze, milyen szép levelet. Ezt a Lammert. Szóval? Belterész. Legyen. A nász ajándékom. Szép a feleséged, illik hozzá. Hol van az még, öreg? Még meg se kértem. Nász lesz ebből. Látom én. Azt beszélik. El akarod adni az edénygyárat, a bátyádét. Kérlek, tartsd meg, hallgass rá. Itt Krausznak úr cukrászdájában még mindig habos tejszínből készítik a krémet. Igaz-e? Azt hittem, itt is az újmódi dívik, mindent a tejporból. Ó, nem. Itt még a hagyományos módon készítik. Ó, hagyd valamit, uram. Revandálni szeretném a kisasszonyt. Revandálni? Mit merészel? Mit akar velem, anya? Ismerkedni akar, így mondják itt. És az baj? Nem ismerkedünk. Nem ismerkedni szeretnék. Szándékom van. Az nekünk is van. Kérem, távozzon, fiatalember! Elnézést.
ezt a szemtelen fiatalembert pedig lekondoleáljuk. Hiszen ismered, nagy boltjuk van a Király utcában. Ah, majd én utána járok annak a nagyboltnak. Miért? Neked nem közömbös ez a fiatalember, lányom? Nekem? Közömbös, anyám? Így is van rendjén. Nekem tetszik, anyám! Persze, nekem is. Ettől még nem kell hozzá menni. Egyél, úgyis olyan sovány vagy. Tudtam, hogy itt leszel, ahol ő szeretett lenni. Emlékszem rá jól? Szerettem őt. Szerettem a nővérünket. Vajon ő is szeret téged? Vele szoktál beszélgetni, ugye? Van úgy. Most is itt van? Itt legyen. Szeretnék elbúcsúzni tőle. Itt van. Én elutazom Amerikába. Nekem nem elég ez a város. Mindig hajt valami egyre. Megérted ezt, Julia? Válaszolt valamit? Azt mondja, jól van ez így. Apa bezárkozott a szobájába. Nem akar elbúcsúzni. Nem foghatok vele kezet. Meggyugszik majd. Vilmos, tegnap felintéztem a papírokat. A nevedre írattam az edénygyárat. Mit kezdjek én egy edénygyárról? Kezd ezt te. Majd meglátod. Te olyan fajta vagy. Majd kezdesz. Várcsod. Júlia megcsókolt. Érezted? Akkor jól van ez így. Jó utat, bolond. Megvettem a lukafejű üveggyárat, illetve a tégagyárat a mocsárban, de a bútorokat átvisszük az üveggyárból, amiket Tamás, a bátyám vett. Gyáram van, nem túl nagy, de egy tisztességes megélhetést azért biztosít. Stirling azt mondja, hogy az ön édesanyja aggódik az egzisztencián felől. Nos, nem kell, ott a gyár és a bolt. Gyár és bolt. Ennyi az egész? Nem. Szeretem. Mi az, uram? Kompromittálja a lányomat? Mindent láttam. Igen, kompromittálom. És megkérem feleségül. Megkéri? Hogy képzeli ezt? Nem, uram. Amíg én élek, ebből a házasságból nem lesz semmi. Értette? Semmi? De. Lesz. De nem. De igen. De igen. De nem!
Látjátok, testvérek, ennyi az élet. Zárul földi pályán, én már sírva térek. Látjátok, testvérek, ennyi az élet. Zárul földi pályán, én már sírva térek. Azonnal elengedi a lányomat, Guzman doktor. Várjuk meg, míg magától felébred. Erős nyugtatót kapott, láthatja, képviselő úr. Szeretném, ha otthon ébredne fel. Elkísérlek a szállásodik, és segítek becsomagolni. Nem, nem. Neked már férjed van, családod. Én pedig hazamegyek. Így van ez jól is. Jövök, amint csak lehet. És ti is jöttök, ha tudtok. Egyszerű ez. Ne bonyolítsuk a helyzetet. Váljunk el hideg fejjel, józanul, ahogy az természetes. Ha így akarod, anyám. Így akarom. Már ma utazik. Holnap is lehet utazni. Nem. Nem. Nem, én hazamegyek. Legalább a szállásig elkísérem a kocsin. Azt lehet, azt nem bánom. Az emberi szív úgy lüktet ez a föld is. Hagyjál békén, öreg. Most mással van dolgom. Nem adtad el a régi téglagyárat? Nem. Jó lesz az még. Akkor most neked adom. Az én kincsem. Az én titkom. Ezt őrzöm régóta. Meg a receptet Giorgio mester titkával. Ezek gubbiói cserepek, és ez a recept titok. Nekem az Isten kezembe adta a titkot, és most mindezt neked adom, uram. Miért pont nekem? Nem is értem ezt a mesterséget. De te művész vagy, csak még nem tudod. Magammal hoztam egy gubbiói váza darabjait. Ezt jól rakd el. Ne mutasd meg senkinek. Aztán hívja gyárba arkanistát, kis Dorit hívt. Ma ő a legjobb szakértő. Figyeld meg, hogy bontja, hogy olvasztja meg a cserepeket, utána előveszed a receptet. Többit már tudni fogod. Úgy beszélsz, mint hogy a testamentumot adtál volna. Maradjanak nálad, amíg nem kezdek el velük foglalkozni. Nem marad. Nem lehet. Hát ki tudja, mit hoz a holnap. Élek-e még, vagy eljön értem a föld.
amelynek most már te is a szeretője vagy. Júlia. Nem sokára zárnak, és jönni fog Vilmos. Üzentünk Tamásnak, hogy kegyelmed nincs jól, tám még ő is hazaír, hogy meglátogassa. Teréz. Pihenje. Jól választott ez a kölyök. Nagyon jó. Maga csak ne udvarolgasson itt nekem. Júlia, miért nem énekelsz? Júlia nincs itt, és nem is lehet. Tudod, hogy mennyire szeretem a dalt. Maga végigjárt pár égető kemencét, igaz, Vilmester? Ojoj, végig egész Európában. Ha belevágnék, számíthatok magára? Tudja. Nem lehet azt akárkinek. Porcelánt nem készíthet akárki. Hanem ki? Aki érdemes rá. Én érdemes vagyok rá? Nem tudom. Akkor belevágunk? Érdemes vagyok rá. Érdemes vagyok rá. Vilmester! Valaki! Vilmester! Benedetto, a szerencsétlen! Nem szeretem. Ha egyedül vagy. Istennel. Gyerekünk lesz, Vilmos. Thank you.
Ha írsz nekem, írd meg a bátyádnak, vajon csobog-e még a Szandervárból a mecsekvize. Írd meg, vasárnaponként röpködnek-e még fehér galambok a város templom kupolája fölött. A székesegyház apostolai között fészkelnek még a fecskék. Megvannak-e még a nyárfák a püspöki kertben, és zenge még a várplébánia órája. Van-e még borostyán a tetjei romok oldalán, és csillog-e a kereszt a kórház kápolna karcsú minaretjén. Ha pedig elolvastad a levelemet, tégy apám sírjára 200 georginát, Júliáéra pedig egy csokor mecsekéibolyát. Mit keres maga itt? Kristori mester? Személyesen? Hol is találkoztunk legutóbb? Eszemben? Az teljesen mindegy. Mit keres maga itt? Edénygyár lesz itt. Legalábbis azt akarják. És mit fognak égetni? Azt nem tudom. Egyelőre téglát égetünk, megnézzük, hogy át lehet-e állni ezzel a kemencével valami másra. Valami másra. Maga ismerte azt az olaszt, aki bent égett a kemencében. Igaz? Nem ismertem. Ne hazudjon! Nem akarok tudni semmit. Nem ismerek senkit. Jól van. Menjem. Dolgozzon tovább, lélmester. De ha maga itt... Dolgozzon tovább! Még találkozunk. Holnap jön az arkanista. Mm. A híres Fistori. Uh-huh. Az aranycsináló. Oh. Az öreg olasz ajánlotta, uh-huh. akitől a cserepeket kaptam. És mit csinál egy ilyen arkanista? Megolvasztja a cserepeket, uh-huh. meghatározza az összetételét, és megmondja a módot, hogyan tudunk mi is ilyen anyagot csinálni. Szóval aranycsináló. Még nem tettél le róla. Lüktetett a kezemben ez a föld. Ezt nem lehet elfelejteni. Rajongó vagy. Szeretem. Aztán nem sokára jön a gyermekünk. Lesz még sok gyermekünk, ugye? Sok gyerekünk lesz, ugye? Amennyit megenged az Úristen. Csak van nekem is némi közöm hozzá, nem csak az Úristennek, nem? Na jó, majd meglátjuk. Ne! Ne csináld már, ne balondozz! Ne! Hoppa! Dögölj meg! Mondjon már valamit! A babának nincs baja. A vizsgálatok szerint nincs. De a felesége lába, az rámehet mindkét lába. Hogy? Úgy értem, hogy lebénulhatott, de a gyereknek semmi baja. Lebénulhatott. Súlyos gerincsérülés, nem sokat tudunk még erről. Nem nyúlhatunk hozzá, amíg a baba meg nem születik. Utána meglátjuk. Most aludni fog. Sokat fog aludni. Köszönöm, Guzman. Elmehet.
Elvitték. Szanatóriumba. Már volt kétszer. De most elvitték. Na, többet nem jön haza a lányom. Otthon megosztam. A szanatóriumban. Ne beszélj, fiam. Elvitték. Az uram hova ment? Ó, jöttek érte, asszonyom. Megérkezett az a kuruzsló, az a kirurgus, az az aranycsináló. Megjött. Ismerjük azt a lapokból. Én láttam is. Itt ült a kocsi lenn, amikor az úr lement hozzá. Olyan szeme van annak az embernek. Nem is földi ember az. És vele ment el a férjem? Vele. Nem is kellett volna ló a kocsi elé. Én mondom, az az ember csak oda nézett volna a szekér elé, és meg sem álltak volna a téglagyárig. Te Kató! Hallottad, amikor Guzman a férjemmel beszélt? Már hogyan hallottam volna? Nem úgy neveltek engem. Így maradok bénán? De a babának nincs baja. Azt meghallgatta a Guzman. Azt mondja, annak nincs baja, asszonyom. Hadd lássuk azokat a cserepeket. Egész kis műhelyt ford magánál arkanista uram. Az ember sosem tudhatja, hol bukkan valami értékes leletre. Ilyenkor készenlétben kell lenni. Az Isten néha valóban bolondokra bízza a szerencsét. Hol lopta ezeket? Bolond? Ön szerint bolond vagyok és lopok? Ezek. Tisztességes úton nem jutottak önhöz. Ez vonja vissza. Nem vonok vissza semmit. Ezekért lehet, hogy még öltek is. Ki adta ezt önnek? Fel. Kaptam és kész. Tudnom kell. Ha ilyen hangon beszél velem. Olyan hangon beszélek, amilyenen akarok. Még nem vagyok a maga alkalmazásában. Ezek a kincsek. Nem juthattak csak úgy magához. Semmi köze hozzá. Tudnom kell, értse már meg! Én pedig nem mondok többet, értse már meg! Ebben az esetben feljelentést teszek. Tegye! És tűnjön el! Engem nem érdekel, hogy mekkora aranycsináló, vagy csodadoktor. A titok az enyém. Az enyém, érti? Gubiói cserepek! Legalábbis ezt mondtam. Benedetto Lucelli. Igen. Nos, pár hétbe beletellik, amíg megolvasztam a cserepeket és analizálom az összetételt. Utána meg tudom mondani magának, hogy ilyen körülmények között lehetséges-e ezeket a kerámiákat itt előállítani. Még nem kértem fel. Az engem nem érdekel. Nézzé, ha magának nem tetszik, hogy együtt kell dolgoznunk, akkor fogja az úti költségét és tűnjön el. Ez nem a maga ügye, és nem az én ügyem. Benedetto Lucelli, akiről maga szerintem azt sem tudja, ki volt valójában. És ennek az anyagnak az ügye. Semmi közünk hozzá. Nekünk, kettőnknek. Semmi. Az égetőkemencék a rendelkezésére állnak, és a laboratórium. És az illetményét folyósítom önnek. Igen. Megkaptam az ajánlatát levélben. A kétszeresét akarom. Megbolondult? Még nincs is meg a pénz. A kétszeresét akarom. Nem alkuszom. Számol egész nap. És olvaszt a kémcsöveiben. És eltakarja előlem a számokat, amiket írt. De hadd titkolózzék.
Ha nekem rendelte Isten ennek a boszorkánságnak a kulcsát, akkor meglelem, esküszöm, hogy meglelem. A receptet nem adtam neki, nem is adom. Hadd kilódjék. Mi lesz így velünk, Vilmos? Már mindent ellestem tőle. Meglelem, esküszöm, hogy meglelem. Mi lesz így velünk, Vilmos, ha nyomorult maradok? Nem maradsz nyomorult. Baba is egészséges lesz, te is. Hallhatod Guzmant? Marugott a baba. Látod, egészséges lesz. Nem lehet másként. És ha megszülted, akkor elkezdik a gyógyításod. Elkezdik. De azt tudd, ha megszülöm, és így maradok nyomorultul, én elengedlek téged. Vilmos, nem kell velem élned egy nyomorékkal. Én elengedlek. Olyan híreket kaptam, öcsém, hogy hamaros gyermeketek lesz. Nagyon messze vitt a sors. Tán sohasem fogom látni a kisrokont, és a felnő ne is hagyd, hogy látogatáson túl hosszabban időzzön nálam. Amerika befogadott, de én nem fogadtam be Amerikát. Magyarul gondolkodom, amerikánusul beszélek, és a kettő között mindig van valami csendes szomorúság. Azt is írták, belekezdtél az égető fejlesztésébe. Gyakran lemegyek az óceán partjára, ami közel van a lakhelyemhez, és elnézek felétek. Sokszor, mintha látnám is a családomat. Az óceánból kiemelkedik a székesegyház mind a négy tornya. Mandula fákat ringatnak a hullámok, mintha értem jöttek volna. Nekem már nincs visszaút, és nincs haza. Te őrizd, jól őrizd magadban azt a földet, ami apánk szőlőjében született. És gondoljatok rám, ha bírtok. Ritkábban jössz mostanában. Hol Terézzel vagyok, hol pedig az arkanista laboratóriumában. Változik az életem, Júlia. Művész vagy. Tudta mindenki már gyerekkorodban is. Apa is. Tegnap kiégettem az első korsómat. Holnapra kiderül, hogy jó-e a recept vagy nem. Hogy sikerült-e megvalósítani azt, amit akartam. Egy lépésre vagyok a végeredménytől, de ki fogja ábrándítani? Az összetétel ugyan megállapítható, de vannak bizonyos alkotóelemek, amelyek hosszabb vizsgálódást igényelnek. Aha. Én készítettem. Ön meglopott engem. Ellopta a titkomat, a feljegyzéseimet. Ön tudja, hogy ez lehetetlen. Egyszerűen megtaláltam a megoldást. Ez nevetséges.
hiszen ön nem ért sem a kémiához, sem a kerámiához. Ön egy egyszerű kereskedő. Hogy tudta volna megoldani minden útbaigazítás nélkül? Vagy? Jól sejti, arkanista uram. Nála volt. Benedettónál. Igen. És ő magának adta. Igen. Tudja, hányan keresték ezt a receptet? Ez bámulatos. Ez kevés, ön is tudja. Kellett az agyak, ami apám szőlője fölött volt, ahol agyakbányát nyitottam. Az agyak. Ön becsapott engem. Miért hagyott ennyi ideig kínlódni, amikor megvolt a leírás, a recept? Megnyitjuk a gyárat. Maradjon itt. Ön engem megalázott. Hajlandó vagyok elnézést kérni. És azt hiszi, hogy itt maradok és dolgozom magának? Én biztos vagyok benne. Olyan titok birtokában vagyunk, ami összeköt minket. Maga is kereste, de én találtam meg. És most már nem adom ki a kezeim közül. Mester, megmondtam, hogy ezzel az új anyaggal vigyázni kell. Ne verenveszkelődjön, én mondtam nekik. Inkább csináljon valamit. Mennék vissza, asszonyom. Épül a gyár, és ezzel együtt folynak a kísérletek. Épül, persze. Ön küldte 2 hétre tanulmányútra a férjemet? Igen. Én ajánlottam neki, hogy nézze meg a Bécs környéki porcelánüzemeket. Hogy tanuljon? Hogy lássa, az osztrák fazekas mesterségnek leáldozott. Könnyen lehet, hogy most mi jövünk. Utána kérdeztem magának. Valóban. Tudom, hogy mindenféle tudományokkal foglalkozik. Mint minden arkanista. Régen aranycsinálással. Mostanában titkos tanokkal. És orvoslással is, igaz? Egyszerű tudós ember vagyok. Semmi több. Tudja, miért rohadok itt ebben a székben? Igen. Hallottam, asszonyom. Megsérült a gerincem, és nyomorék maradok. Nézem, hogy nőnek a gyerekeim, és nyomorék maradok. A férjem sikeres lesz. Nézem a sikereit, és nyomorék maradok. Most 2 hétig nincs itt. Most kell tenni valamit. Ön gyermeket vár, asszonyom. Ön biztosan tud gyógymódot erre a bajra. A szülésbe belehalhatok, azt mondja az orvos. Feleljen! Talán tudok valakit. Valakiket. De... Ne keressen ki fogásokat. Járni akarok, mozogni akarok. Nos, ez meglehetősen bizonytalan. Vannak esetek, amikor csodát tesz, de vannak, amikor nem. Belehalhat az illető. Vagy a magzat. És nem derülhet ki. Ön is tudja. Az ilyen eljárás börtönnel, vagy akár
halállal büntetik. Nem érdekel. Akarom. Iszonyatos. Fájdalommal jár. Mikor? Értesítem. Ebben állapodtunk meg, megcsinálja. Nem nyitok vitát, minden felelősséget vállalok. Hozott a művészeket a gyárba. Megjöttek ma. Együtt. A híres is Piktor legény. Darileg Vencel mester lett. Kristori azt mondja, hogy az ő dédapja Mejszemben törte a festéket. Aztán Skribanek, festő. Mikolik az aranyozó. A Hottai Stern. A formázók. Azt mondtam nekik, legyenek jó barátok. Aztán kicsi, alacsony, tömzsi, magyar parasztlegény Nagy Sándor. Farag az olyan Vénuszokat, mint a Casanova. Aztán a magas, üstük, fekete gyerek. Apáti Sándor. Meglátjuk majd, mire képes. És ott van az a fekete szemű fiú, aki olyan csendesen áll, mint hogyha bérmáló szűz volna. Lichoszkinak hívják. Azt hiszem, kezdődik. Micsoda? Ugh!
Kató! 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 Nagysága, nekem mennem kell vissza a piacra. Megdöglik a liba. Kicsit. Egy kicsit várjon még. Na, jöjjön már. Jöjjön. Ez nem is ünneplő, ebben nem lehet lefesteni. Nem magát festjük, csak a ruhán a mintákat. Jöjjön már. Milyen szépek a minták a szoknyáján. Igaz, anya? Valóban gyönyörű. Megengedi, hogy lefessük a ruháját? Egyszerű ruha ez. Nem való ilyen kisasszonyok figyelmére. Pontosan rajzoljátok, lányok. Meglepjük vele apátokat. Hát ti, mit csináltok? Megkértük, hogy üljön modell. Baj van, Vilmos? A szoknyáján is milyen szépek a minták. Ugye, apám? Mintázzátok meg! És mindet! Mindet! Igyon, lelkem! Ne ijed ezzel! Majd kiugrik a szívem! Hol van? Itt van? Vigyáztál rá, Júlia? A receptre. Bent voltak ma is itt a gyerekeid, Vilmos. Úgy járnak ide, mint valami templomba. Valamit írt még Benedetto. Valamit, amitől igazi. Igen, megtaláltam, illetve a feleségem, a családom, a lányaim. Megtalálták egy bogáti palasztányban. Nemzeted ékes virágai. Igen. Erről beszélt Benedetto. Köszönöm, hogy az egyik lányodnak az én nevemet adtad. Ne, nem érek el. Menjenek ki, te maradsz. Ne bajézzon már, mit bajézik? Menjenek ki! Délmúlt. És? Mit akar? Harangozzak! Beszélni akarok veled. Mik ez a hozzá? Ülj le. Nem ülök, hallgatom. Ülj le! Ma találtam valamit, fiam. Biztos a gyárához. Ahhoz. Semmi közöm. Tegnap megbeszéltük, hogy bejössz a gyárba, és ott töltjük az egész napot. Volt már ilyen. Többször. Oda is mentem. Rám sem hederített egész nap. Azt akarom, hogy ismerd meg a gyárat. Hogy megismert. Maga soha nem akarta ezt. Magát nem érdekli senki önmagán kívül. Eddig nem tudtam. Nem tudtam, milyen mintát festek az edényekre. Nem tudtam. És? Kis Júli kincset talált. Kis Juli! Ő tehetségtelen, nem? A rajzolásban is. Maga mondta apám. Eddig úgy ment a gyár, ahogy máskor. Máshol. Jól ment, jövedelmezett. De ő nem ezt akarta. Benedetto. Miféle Benedetto? Ő is azt akarta. Nemzetünk ékes virágai. Neked elmondom.
De most nem mehetsz el, érted? Nem mehetsz el. Kristori, megmondtam. Nem bírom ezt az anyagot. A gőzét. Belepusztulok. Ő gyógyította meg anyádat. Azért születtél. De most nem mehetsz el, érted? Át kell adnom neked a gyárat. Érted? Onnan tudja, hogy menni készülök. Írtál Amerikába? Írtál, igaz? Írtam! És megyek. Maradj itt. Magánál. Miért? Rabszolgaként tartja anyámat, a lányait. Csak rajzolják magának a mintákat az edényeire. A gyár, a gyár! Mert magának minden a gyár! Hát nekem nem. Érti? Most maradnod kell. Nem. Én nem fogok ebben a városban megpenészedni. Itt is lehet, amit máshol. Elmegyek. Amerikába először. Aztán máshová. Orvos leszek, vagy építő, de nem magánál. Nem a gyárában, az biztos. Agyonverhet. Akkor sem. Tudom, mit gondol. Nem kell a pénze. Tamás bácsi küld nekem pénzt Amerikából. Tamás bácsi. A maga bátyja. Van egy bátyja, és elfelejtette? Valószínű, mert ő hiába ír magának, maga nem válaszol neki. Én válaszoltam. És ő megérti. Ő megérti, hogy el kell innen menni. Ő küld nekem pénzt. Majd visszaadom, úgy egyeztünk. Tamás. Nincs szükségem magára! Csak a fiatal úr elutazik. Búcsúzni jöttem, apám. Anyám búcsú vacsorát rendezett nekem. Maga nem jött el. Jól van. Nem érti, amit mondok? Elmegyek Németországba, onnan tovább Párizs, a nagyvilág. Nem érti, amit mondok? Figyelj már a fiadra! Micsoda egy önfejű, konok ember maga. Nekem nem elég ez a gyár. Ez a város, nem érti? Ezért büntet engem a hallgatásával. Ezért! Válaszolj már neki. Rendben van. Legalább megkönnyíti a búcsút. Reggel már nem talál itt. Éjszaka utazom. Nézzen rám legalább, az Istenit nézzen rám! Hogy rohadna meg ez az egész gyár magával együtt. Takarodj! Én mindig is egy fiút szerettem volna. Eleget kudarogsz a nőszállás körül, lehetne már egy. Egy ilyet, mint a tiéd. Kemény gyerek. Nem haragszol rá. Mert el tud menni, miért haragudnék? Talán nem látott többé. Talán. Az eosin nagyon jól bírja ezeket a csavart formákat. Igen, szerintem is. 20 000 darabot adtunk el Bécsbe. Pedig nem hittem volna, hogy itt maradok veled.
Most már telepedj le itt. Kevesebbet légy itt. Nem bírja a tüdőt. Mit ül itt, apus? Így nem lehet dolgozni. Hallgass, és fesd a mintát. Máskor ilyenkor már rég a gyárban van. Mi van veled, Vilmos? Semmi. Csak nézni akarlak benneteket. Igaza van kis Julinak. Ilyen még nem volt az elmúlt 20 esztendő alatt. Megy ott már magától minden. Inkább vagyok veletek. Nézd! Ezt találtuk ki a lányokkal. Ez az új minta. Kis Terész találta ki. Ő festette le először. Nézze, apus! Most mit mondod neki? Úgy sem hiszi el. Úgy sem hiszi el, hogy én ilyet tudok. Ez gyönyörű. Valóban az. A múltkori mintádból, amit a csészékre égettünk, 1000 darabot adtunk el a tengeren túlra. Mikor kapok részesedést? Terész, mit képzelsz? Kis Terésznek igaza van. Megkapjátok. Már gyűlik a részesedéstek. Ne féljetek. Ne beszélj erről. Én nem akarom, hogy még férhez menjenek. Olyan fiatalok. Nem akarom, hogy itt hagyjanak. Pedig Julia. Már van neki egy hadnagya, igaz, Julia? Szégyeld magad, csak beszélgettem vele a parkban. És a beszélgetéshez fogni kell a kezét. Igen? Ki sem így magyarba? Nem. A szőlőbe lehet, hogy felvegyek délután, ebéd után. Lilmester! Csuklom a kezüket, hölgyeim! Vilmos mester! Azonnal velem kell jönnie. Meglepett az egyik kemence, és eosin edénnyel van tele. Gyorsan kell mennünk. Azt talán más is ki tudja javítani. Vilmos mester szigorúan meghagyta, hogy ilyen esetben csak is ő... Igen, csak is én! Gyerünk, Lil. Siessünk, gyerünk. De ebédre... Te, Julia, miféle hadnagyról van szó? Az a baj, hogy nem találjuk a repedést, és ha szétveti a kemencét. Tudom. Akkor nem csak az eosin edények vesznek oda, hanem felrobban az egész gyár. Tudom. Olyan szótlan vagy, mester. Ma elnéztem a feleségemet, Terészt, és a lányokat. Van is azokon mit nézni? Nagyon szépek. Mind. Vilmos! Vilmos! Nem találják a repedést, pedig itt vannak a kőművesek. Gyorsan, gyorsan! Vilmos! Kemencét leülteni! Belülről kijavítani és kipucolni. Nem etted meg a levest. Nagyon finom volt. Én főztem, nem a szakácsné. Megeszem. Hmm.
Kristrinál voltál, igaz? Voltam. Nem tud rá gyógymódot. Ezen kirurgus nem tud segíteni. Megtámadta valami a tüdődet. Méreg. És? Én nem tudok neked hazudni, Vilmos. Értem. Fogy a levegő. Érzem. Fogy. Kérlek, maradj itt. A fiam Miklós válaszolt? Semmit. Talán lassú a posta. Lassú. Írtam neki, hogy jöjjön. Örülök, hogy végre rászántad magad. Hogy írsz neki. Válaszol rá. Biztosan. Kicsit hazudhattál volna. Sápat vagy. Beteg vagy, Vilmos. Ne nyomoljuk. Aggódom érted. Nem kell. Szeretnék beszélni veled. Elégetem a receptet. Vigyázhatnál jobban magadra. Tűnj már el! Meddig akarsz itt lenni? Meddig! Mit művelsz itt? Benedetto. Mi vagy te? Eldobod magadtól a titkot. Nem tudom átadni, Benedetto. És a fiad? A fiad? A fiam? Vedd ki! Azonnal vedd ki! Vilmos, Vilmos! Hátrébb! Menj hátrébb! Menj hátrébb! Vilmos! Gyerünk! Léleget! Szívre hallod, lélegezz! Forró éget, nem baj. Ez az. Lélegezz, mélyeket, lélegezz, szívre! Addod-e a fiatal úrnak, ha megérkezik. Csak neki és csak te. Nem utasd senkinek. Nem jön az már. Megmondtam, azt akarom, hogy te add neki. Én elmegyek. Tovább megyek. Itt már nincs szükség rám. Ő meggyógyul. A fia megjön. Ha nem, vége. Érkezik. Már szóltak a hirdi majorságból. Mindjárt itt lesz. Sokáig nem voltál. Most majd leszek. Maradok. Tudom.
Most már tudom. Apám? Megmarad. Ha megjöttél, megmarad. Találkozni akarok vele.